A Tiszató ma már az állandóságot tükrözi, annak ellenére is, hogy 50 évvel ezelőtt még nem is létezett. Több év munkálatait követően 1973. május 16-án adták át az erőművet. A beruházás során sok-sok őskori és későbbi lelet került elő, ezek legtöbbje eddig a tó körüli településeken volt látható. A Tiszató 50 rendezvénysorozat részeként egy tárlaton gyűjtötték össze a régmúlt és a jelenkor régészeti, történeti és néprajzi emlékeit. A vándorkiállítás első állomása a Tiszató bölcsője kisköre. Próbáltunk minden korszakból választani, tehát legyenek őskori, népvándorláskori, ókori, középkori leletek, és természetesen időrendben haladva a néprajzi gyűjtéseknek a legfontosabb tárgyai is a települések tájházai adták számunkra. A Tiszató ma már a természetet, a turizmust, a vízgazdálkodást jelenti. Létrehozásakor sokan nem is hitték, hogy mivé válhat 50 év alatt. Kevés olyan dolog van, amikor beleavatkozva a természet dolgába, az utólag kiderül, hogy sikeres. Én emlékszem 50 évvel ezelőtt azokra a hangokra, amik a Tiszatóval kapcsolatban fölmerültek. Nem lesz sikeres, nem lesz jó, nem lesz pozitív eredménye, pozitív hozadéka. Ja Istenem, mi van a világunkkal, hiszen megváltoztattuk. Eltelt 50 év, és a tó kitett magáért. A tó bizonyított, a környezet bizonyított, és maguk az emberek bizonyítottak. A megnyitón kiemelték a kötivizik szakembereinek munkáját, hiszen a vízgazdálkodással, a vízszint beállítással, a hulladékkezeléssel, vagy épp a természet védelmével példát mutatnak. A tárlat, mely régi tévével, lemezjátszóval és bútorokkal egy retroszobát is tartalmaz, interaktív módon mutatja be a múltat. A kiállítás a tervek szerint körbejárja majd a tó településeit is, és a szervezők reményei szerint végül állandó kiállításává válva lehet egy újabb turisztikai attrakció.